Ez itt a Média 1 című műsor speciális karanténos adása. Ezúttal is Skype-on beszélgetünk. A vendégem pedig Gulyás János, a Magyar Reklámszövetség elnöke. Mégpedig azért hívtunk föl, mert a napokban jelent meg a reklámtorta, ami most már nem is teljesen reklámtorta néven forog. Tehát a reklámtorta adatok, amiből egyrészt az látszik, hogy tavaly hogyan teljesített a magyar reklámpiac és a kapcsolódó egyéb területek, másrészt pedig megjelent egy prognózis azzal kapcsolatban, hogy milyen évre számítanak a médiaszektor, illetve a reklámszektor szereplői 2020-ra, itt a járvány mennyire fogja őket érinteni. De először is, mielőtt erre rátérnénk, hogy vagy, merre vagy, hogy telik a karantén? Hát szervusztok, üdvözlök mindenkit, szervusz Dani. A karantén az alapvetően jól telik, bár rengeteg gyerek van, rengeteg homeschooling, nagyon kevés sávszélesség időnként, legalábbis ahhoz képest, ahányan szeretnénk egyszerre dolgozni rajta. Van még ráadásul egy kisbabánk is, aki szerintem legjobban élvezi ezt a helyzetet, mert hogy annyit van a testvéreivel, meg a szüleivel, amit talán különben nem lenne. Mi pont Indiában voltunk március elején, és onnan jöttünk meg, úgyhogy mi akkor egyből karanténba, önkéntes karanténba vonultunk, azóta pedig ez már nem is annyira önkéntes, kijárási korlátozások vannak. Az idő legnagyobb részét Balatonfelvidéken töltjük a házunkban, most éppen fel kellett jönnöm Budapestre, és én budapesti lakásom home office-ából próbálok válaszolni a kérdéseitekre. Te magad is egyébként ugye a reklámpiac egyik szereplője vagy, tehát egy cégnél dolgozol, amelyik ilyen területen mozog. Ti ott hogy élitek meg ezt a helyzetet, és mire számítotok ti magatok mondjuk az idei évre? Hát egyrészt azt kell elmondanom, hogy zseniálisan vizsgázott a szervezet, illetve az emberek, akik ezt a szervezetet alkotják. Mi egy pár nappal korábban a hivatalos korlátozások előtt döntöttünk, úgyhogy inkább work from home üzemmódban dolgozunk mind a 140-en, és ez nagyon jól sikerült. Technológiailag mi fel voltunk készülve erre, amúgy is megtörtént a Microsoft Teams-re az immigrációnk, úgyhogy ott március vége volt a határidő, hogy ennek meg kell történnie, és az, hogy egy pár héttel ez előre hozódott, az nem okozott semmi problémát, de inkább azt emelném ki, hogy emberileg tényleg mennyire mindenki meg tudott felelni ennek a rengeteg új és más kihívásnak. Tehát jól tudtunk működni, rengeteg munkánk van, az ügyfeleink rengeteg kéréssel árasztanak el minket, és természetesen ezeknek a kéréseknek egy jó része az arról szólt az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy hogyan lehetne átütemezni kampányokat, Isten, lemondani kampányokat, egyáltalán mit várunk, mi a helyes stratégia most, rengeteget kellett a járvánnyal nyilvánvalóan foglalkoznunk mindannyiunknak. Mi azért azt látjuk, hogy természetesen van visszaesés, és lesz 2020-ban visszaesés. Talán mekkora? Nem céges szinten. Talán céges szinten nem vagyunk annyira pesszimisták, mint ami a Magyar Reklámszövetség kutatásából kicsit össziparági szinten kijött. Én azt gondolom, hogy egy olyan 20% környéki visszaesés az éves forgalomba, az benne van a pakliba. Természetesen ehhez az is kell, hogy lassan kinyisson az ország, kinyisson Európa, kinyisson a világ, illetve az is kell, hogy azok a célzott gazdaság segítő intézkedések, amiket világszinten meghoztak a kormányzatok, azok valamennyire hatásosak legyenek, és valamennyire visszajöjjön a bizalom az emberekbe is. Tehát egyelőre én azt mondanám, hogy amit biztosan látunk, az a közvetlenül a járvány és a lockdown hatása miatt keletkező volumencsökkenés.
Amit meg sokkal nehezebben lehet még megtippelni, az az, hogy az ebből következő gazdasági recesszió az mennyire lesz durva, és ez hogyan fog visszagyűrűzni a piacunkra, illetve a mi céges életünkbe. Mennyire vannak felkészülve itt a magyar médiacégek, reklámcégek egy ilyen helyzetre? Mennyire súlyos a helyzet? Tehát itt mennyi időre vannak tartalékaik? Ez kiderült az MRS barométeréből, hogy egy-két hónap, egy-két hét, mennyi idő az, ami belefér? Hát a barométerben ilyen jellegű kérdés közvetlenül nem volt, és nagyon változó a szituáció, tehát nyilván nem lehet összehasonlítani egy nagy multinacionális cég, ami eddig is sikeresen működött, annak a tartalékait, a lehetőségeit, illetve egy kisebb magyar vállalkozásét, vagy akár ez nem jellemző, hogy külföldi kisebb cég volna Magyarországon, de mondjuk az, aki eddig is egy kicsit egyik hónapról a másikra élt, nyilván nekik ez egy más története, meg azoknak, akik egy stabil, profitábilis működéssel rendelkeztek. Tehát egyrészt van itt egy határvonal, de még érdekesebb az, hogy szektoriálisan is teljesen különböző lehet a kép. Most mondhatom a nyilvánvalót, a rendezvény event marketing cégek, akiknek ugye gyakorlatilag megállt az élet március elejével, és hát erősen kérdéses, hogy egyáltalán ez az élet, ez vissza fog-e térni még idén, és ha igen, akkor megy. Számunkra biztos, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon durva bevételkiesést jelent az idei év, amire nincs cég, és nem is lehet cég, aki bármilyen módon erre fel lenne készülve. Itt ilyenkor kérdés az, hogy mennyire lehet csökkenteni a költségeket, kinek milyen lehetőségei vannak, illetve milyen stratégiák kapcsolódnak ehhez a lehetőséghez, mert van egy olyan stratégia, hogy mindennél fontosabb, hogy minél több kulcs és jó embert megtartsak, és hát nyilván lehet olyan stratégia, ami meg azt mondja, hogy minél hamarabb le kell csökkentenem az összes létező költségemet, akár annak az árán is, hogy megválok olyan emberektől is, akik nagyon fognak hiányozni majd, hogyha egyszer jön egy újrakezdés. Ha a média területet nézzük, itt is vannak olyanok, akik szintén erősebben ki vannak téve a járvány hatásainak. Hogyha a lockdown-t nézzük csak, akkor egy kicsi szelete mondjuk a média költésnek, de a mozi az olyan, hogyha be vannak zárva a mozik, akkor nyilvánvalóan oda nem megy semmi költés, de az out of home közterület is egy olyan terület, ahonnan a hirdetők sokkal masszívabban bonták ki a költéseiket, mondjuk így április-májusban, hiszen a lockdown miatt elvben sokkal kevesebben vagyunk az utcákon, bár egyébként, ha most itt ilyen május 8-a, 9-e környékét illeti, azért én nem feltétlenül tapasztaltam azt, hogy sokkal kevesebben lennének az utcákon. De nyilván ez egy olyan terület, ami jobban ki van téve a reklámpiaci csökkenésnek, mint mondjuk egy televízió, ahol egyébként szintén voltak már április-májusban is csökkenések jócskán, de azt nem mondhatnánk, hogy a közönség csökkent volna, éppen ellenkezőleg ugyanúgy, ahogy a digitális médiumokat is többen követték, ugyanúgy a televízió nézés is megemelkedett nyilvánvaló okokból. Ugye ezt az látszik, hogy megnövekedett igen az igény ezekre az online hírekre például, többen néznek tévét, de ez akkor elvileg ugye azzal is járna, hogy több hirdetés jelenik meg ehhez képest. Ugye ezek a hirdetési zónák mondjuk kevésbé vannak töltve. Tudsz esetleg számokat mondani azzal kapcsolatban, hogy mondjuk az online-on hány százalékos csökkenésre számítanak idén? Hát így külön nem részleteztük ezt, azt mutatta meg ez a kutatás, hogy
az iparágnak a várakozása az átlagosan 38%-os csökkenés, de ebben mondjuk tényleg benne van a rendezvényes cégektől kezdve a sajtó, az online, a közterület, a mozi, hirdetők különböző szektorokból,nak a véleménye, és itt azt mutatja a kutatás, hogy ez a körülbelül 468 milliárd forintos kommunikációs torta, ami volt 2019-ben, és akkor ez a kommunikációs torta egyrészt tartalmazza a médiaköltéseket, másrészt ügynökségi szolgáltatásokat, gyártásokat, marketingkutatást, PR-t, ambientet, direct marketinget, vagyis most már adatvezérelt marketingnek hívjuk ezeket a szektorokat, és hogyha ezt az összes kommunikációs befektetést nézzük, amit akkor kommunikációs tortának hívunk, és most jelent meg először 2019-re vonatkozóan, ez várhatóan ilyen iparági várakozások szerint 161 milliárd forinttal fog csökkenni. Ugye 468 milliárdból 161 milliárdot gondol így ebből a kutatásból május legelején az iparág, hogy el fog tűnni 2020-ban. És akkor itt is nyilván változnak azok a iparágtól függően változik az, hogy melyik iparági szegmens lesz erősebben sújtva, de a digitális hirdetések piacán is csökkenés várható, és hogyha ezt így megint érthetőbbé vagy plasztikusabbá akarnám tenni, akkor mondhatok két információt, amit talán nincsen mindenkinek így a aktívjába. Az egyik az, hogy a 2019-ben is tovább folytatódott a digitális területen belül a globális platform szereplők térnyerése Magyarországon. A Facebook, Google, ugye? Facebook, igen. Google, ők a legnagyobbak. Igen, a magyar piacon mindenféleképpen. Tehát ezek a nemzetközi és globális platform szereplők a magyar digitális reklámköltésekből tavaly 57% körülbelül az, amit elvittek. Ez egy borzasztóan magas szám, és nyilván rengeteg problémát okoz ez a magyar tartalomgyártás és az egész magyar média széna szempontjából. De például ez a 57%, ez nagyon nagy részben a long tailből épül fel. Kisebb vállalkozások, magyar KKV-k, szolgáltatók, fodrász, étterem, kutyakozmetika, és pólógyáros, gyártók, és ebből rengeteg, akik ugye jellemzően mondjuk Facebookon és Google különböző felületein költöttek. És nyilván ők, amikor megállt március elejétől, közepétől az élet, ők nem költöttek egy fillért sem ezen a platformon. Tehát egy nagyon nagy csökkenés jön ebből a long tailből is például. De nem akarom elhanyagolni. Hát akkor a Facebook és a Google is megérzi ezt a helyzetet, vagy ők azért kevésbé? Ők is megérzik ezt a helyzetet. És megérzik ezt a helyzetet. Nyilván volt egy korábbi kérdésed, ami arra vonatkozott, hogy kinek mennyi tartaléka van, és ki mennyire tudja jól átvészelni ezeket a heteket, hónapokat. Azért a Google-t meg a Facebookot ilyen szempontból egyáltalán nem kell félteni. Hát nekik is rendesen csökkent az elmúlt időszakban a bevételük. Ugyanakkor ez azért nekik egy kicsit gonoszkodni akarnék, azt mondanám, hogy egy bolha csípés. Uh-huh. De ha már erről beszélünk, akkor érdemes azt megjegyezni, hogy sajnos azt is látjuk, hogy azok a nagy hirdetők, akik hirdetnek mindenféle médiaeszközön, és mondjuk visszavágtak a költéseikből az elmúlt hónapokban, és gondolják azt, hogy továbbra is vissza fognak vágni, ők kevésbé vágnak vissza ezeken a nemzetközi
platformokra tervezett költésükből, mint mondjuk akár magyar online tartalomszolgáltatóknál tervezett költéseiknél. És hát ez nyilván az egész piac szempontjából egy rossz hír, és én bízom benne azért, hogy ez változhat. És hogyan lehetne egyébként ezt az arányt, ezt az 57%-ot, ennek a növekedését megállítani, hiszen ezek a reklámbevételek utána akkor a külföldi gazdaságokat erősítik, mondjuk az ír gazdaságot, vagy az amerikai gazdaságot, ahol ezek mondjuk adóznak, de itt Magyarországon meg kevésbé hasznosulnak. Van valamiféle stratégia arra, hogy hogyan lehetne visszahozni ezeket a pénzeket ide Magyarországra, és ezt megállítani? Hát azt gondolom, hogy itt kettős a feladat. Egyrészt a magyar médiaiparnak kell megpróbálnia olyan fajta termékeket kifejlesztenie a Magyarországon hirdetni akarók számára, amivel legalábbis részben, vagy egy néhány elemét annak, amit ezek a nagy platformok kínálnak, tudják ők is kínálni. Sokkal jobban lehessen targetálni programmatik módon, minél több helyen is jobb módszerekkel lehessen hirdetést megjeleníteni, akár legyenek önkiszolgáló hirdetési rendszerek, tehát hogyha ilyeneket meg tud oldani a magyar tartalomipar, az mindenféleképpen segít. Ugye nyilván nagyon nehéz ez, mert hogy versenyezni azzal a erőforrással, ami a nemzetközi platformokban ilyen szinte lehetetlen, de ettől függetlenül kell lépéseket ebbe az irányba tenni, és azt kell mondjam, hogy tesznek is kiadóvállalatok Magyarországon is ebbe az irányba lépéseket, ami mindenféleképpen üdvözlendő. De mondjuk ez a problémának csak egy ilyen kicsi részében tud segíteni. Ami igazán nagy és meghatározó segítség volna, az a szabályozói környezetnek valamiféleképpen változása, amire én azt gondolom, hogy igazából csak Európai Unió szinten van lehetőség, hiszen olyan gigászokról beszélünk, akik valószínűleg még olyan erős magyar kormányzati jelzésekre sem biztos, hogy fognak bármilyen szinten reagálni, de az EU-t már ők sem tudják figyelmen kívül hagyni. És az is egy kérdés, hogy persze mennyiben fog tudni ez a reklámpiacra hatással lenni, mert hogy valószínűleg, hogy amire hatással tud lenni, az a magyar média piac, most mondok egy kicsit így rébuszokba beszéltem, de amire gondolok, az mondjuk akár egy olyan fajta kezdeményezés, mint amit az ausztrálok csináltak és indítottak el mostanában, ami megpróbál rászorítani a platformokat, hogyha tartalmak kerülnek fel az ő platformjaikra, amiket más tartalomszolgáltatók állítottak elő vérrel, verejtékkel és pénzért, akkor az ezeknek a segítségével a platformokon realizált reklámbevételek, ezek kerüljenek vissza valamilyen módon a tartalom előállítókhoz. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen helyzetben érte ez a krízis a magyar reklámpiacot. Tehát nézzük meg, hogy a 2019-es eredményekben mit látunk a reklámtorta kapcsán. 2019-ben egyrészt, vagy 2019-re vonatkozó adatokban egy kicsit változtattunk. A Reklámszövetség így 20 év után úgy döntött, hogy érdemes volna egy kicsit jobban látni ezt az egész kommunikációs piacot. És egyrészt van elkészült egy olyan összesítés vagy adatsor, ami a média költéseket próbálja meg sokkal jobban megmutatni. Tehát kikerült a régi reklámtortából az adatvezérelt marketing, illetve az ambient.
és ugye benne maradt a digitális, a televízió, a out of home rádió és a mozi, remélem mindegyiket felsoroltam, és ez most a médiatorta. Ez a médiatorta, ez 2018-ban 223 milliárd forint volt hozzávetőlegesen, és ez 2019-ben 245 milliárd forintra nőtt, ami egy közel 10%-os növekedés, ami nyilván jócskán meghaladja mind az inflációt, mind a GDP növekedést. Tehát alapvetően azt mondhatjuk, hogy a magyar reklámpiac, és annak is mondjuk így a média költés része, az szépen egészségesen fejlődött 2019-be, 2018-ra. Továbbra is dinamikusan, és a legdinamikusabban a digitális szelete nőtt ennek a tortának. Azt hiszem, ilyen kb. 87 milliárd volt 2018-ba, 2019-re ez meghaladta a 100 milliárdot, 101 milliárd volt körülbelül, ha jól emlékszem, ami 16%-os növekedést jelentett 18-ról 19-re. A televízió is növekedett, ez a második legnagyobb szelet a médiaköltés tortába, azt hiszem 61 milliárd forintról lett 65 milliárd forint. Harmadik nagy szelet a sajtó, a print, ugye ez 39 milliárdról nőtt 41 milliárdra, ez is egy 4%-os növekedés. Tehát úgy látszott, hogy szépen minden szegmens növekedett, nem vezérelte ezt semmilyen, nem tudom, ilyen masszív one-off történet, hogyha amikor az állam nagyon elkezdett költeni egy pár évvel ezelőtt, tehát ilyesmi nem volt, ez úgy nagyjából organikus piac növekedésnek tekinthető. Ugye a közterületi szegmens, amely szintén 3, vagy hogy is volt, nem, a közterületi szegmens, ha jól emlékszem, 5%-kal növekedett 2019-re, 23 milliárd forint volt, de például ez a növekedés, ez most már nem annak volt köszönhető, mint amikor 2018-ra nőtt jelentősen 2017-ről, mert akkor azzal, hogy megjelentek új adónemek, végül is ezek hozták azt a szegmens növekedést, mert hogy egyszerűen drágább lett, az adókat ki kellett fizetnie a hirdetőknek. Szóval összességében szépen fejlődött ez a piac, és így ért el minket a COVID-19. Az a furcsa egyébként abban, amit mondasz, hogy ugye 10%-os növekedés az egy nagyon szép kétszámjegyű érték, de újságíróként azért ezt nem annyira érzékelik az emberek. Tehát, hogy mintha a körülményeken ez mondjuk, vagy a média általános helyzetén nem lett volna érzékelhető. Tehát, hogy nem úgy tűnt, hogy ilyen nagy fizetésemelések lettek volna mondjuk, vagy hasonló. Ennek szerinted mi a magyarázata, mi az oka? Vagy ez lehet, hogy egyébként bizonyos cégeknél megtörtént, bizonyos cégeknél nem? Hát azért itt is visszautalnék arra, amiről az előbb beszélgettünk egy picit. A legdinamikusabban növekvő szegmens ezen a tortán belül a digitális volt. A digitálison belül is a legjobban a nemzetközi platform szereplők növekedtek. Hát ugye a legnagyobb szelet növekedett a legnagyobbat, tehát a növekedésnek egy nagy része ugye az a digitális növekedésének köszönhető, és a digitálisban a növekedést meg jellemzően a Google meg a Facebook fölözte le, ami sajnos semmilyen módon nem kerül visszacsatornázásra azoknak az embereknek az életébe, akik miatt egyébként ezek a platformok nőni tudnak, hiszen olyan tartalmat állítanak elő Magyarországon, amit az emberek megosztanak, és sok esetben azért használják ezeket a platformokat, hogy ezeket a tartalom egymás által megosztott, de mondjuk újságírók által előállított tartalmakat
meg tudják nézni. Szóval hogy ez sajnos ennek a rákfenéje, hogyha azt nézzük, hogy mennyivel lett több pénze egyes magyar médiavállalatoknak, itt akkor azért már sokkal inkább mondjam, változatosabb a kép, de alapvetően azért nem egy, nem kettő kisebb és nagyobb médiavállalat volt Magyarországon tavaly, akik szépen tudtak fejlődni 2018-ról 2019-re. Nem feltétlenül ez a közel két számjegyű növekedéssel, ez 9,73% volt az egész médiaköltésre vonatkozólag, de hogy szépen tudták az eredményességüket és a forgalmukat növelni, az biztos. Hát ilyen helyzetbe jött aztán a járvány. Mire számítasz, mikor térhet vissza úgy, ahogy az élet a reklámpiacra? Nyilván, hogyha ilyesmit tudnék, akkor még több ember által figyelt online TV, rádió és egyéb műsorokba tudnék szerepelni, azt az egész világon. Úgyhogy sajnos én sem tudom ezt pontosan megtippelni. Alapvetően az látszik, hogy egyrészt a lockdownnak van egy azonnali következménye, aminek a kiheveréséhez az kell, hogy ezek a szabályok változzanak, illetve az a kérdés, hogy hogyan változnak ezek a szabályok. Ezt egy kicsit jobban lehet prognosztizálni, hogy ennek a körülbelül mi az időbeli kifutása, és körülbelül mik a következménye, és hogyan tud visszaépülni az élet utána, ami aztán hozza azt az igényt is, hogy szolgáltatások, akár reklámmal kapcsolatos szolgáltatások is visszaépüljenek. De ami sokkal nehezebben kiszámítható most, az az, hogy az a gazdasági recesszió, amit okozott ez a leállás, ez mennyire lesz mély, és mennyire lesz tartós, mennyire fognak leépülni kapacitások, és ezeket utána mennyire lesz nehéz visszaépíteni. És ebben a tekintetben okosat nagyon nehéz mondani, igazából vérmérséklet szerint el lehet dönteni, hogy ki mennyire pesszimista és ki mennyire optimista. Én, akik ismernek engem, azok tudják, hogy én azért alapvetően egy kicsit pesszimistább vagyok, szóval én azt gondolom, hogy ha már valamilyen betűt kell választani ehhez a válsághoz, akkor én egy U alakú válságra gondolok, vagyis elég hosszan el fog tartani az a mélypont, amikor mélyen vagyunk, és utána fog elkezdeni felívelni, sőt nem is tudom, olyan betű azt hiszem nincsen, ami ilyen így nagyon lemegy, aztán ott van lent, és utána egy kicsit ilyen lassabban jön fel. Nem pont egy U alak, hanem egy nem tudom én, minek nevezzük ezt. És hát aztán persze az is kérdés, hogy egyáltalán mennyire fogunk visszatérni abba az életbe, ami a járvány előtt volt, akár fogyasztási szinten. Most ugye mielőtt elkezdődött ez az interjú, pár szót beszélgettünk egymással, és akkor mind a ketten megállapítottuk, hogy hát nyilván akkor az e-kereskedelem, vagy az e-kereskedelem lett az, ahogy kielégítjük a fogyasztási igényeinket. Mennyire fog ez megváltozni akkor, hogyha majd újra mehetünk boltba, mennyire fogunk visszaállni arra a szintre, ahol ezelőtt voltunk, mielőtt nem lettünk rákényszerítve, hogy mindent online vásároljunk. Egyébként az online vásárlásnál ugye az impulzív termékek vásárlása, akinek hogyan működik. Erre sem tudok egy ilyen általános szabályt, mert hogy azt látom, hogy bizonyos felületeken sokkal több olyan dolgot megveszem, amire nincsen feltétlenül szükség,
igen, online, mint hogyha a polcok között sétálgatnék bizonyos más boltokban, meg aztán tényleg ilyen nagyon fókuszáltan csak azt veszem meg, amire szükségem van, és egyébként kevesebbet is, és jobban átgondoltam. Szóval, hogy mire visszatér, mi lesz az új normális, és mikor fogunk ehhez visszatérni, én azt gondolom, hogy ez legalább egy-másfél év. Hát az nagyon sok idő. És mire számít az, hogy a kormánytól kért intézkedések, hogy mondjuk a reklámpiac szereplői is kapjanak különböző járulékos adókedvezményeket, ezekre mennyire lesz fogadókészség? Van már ezzel kapcsolatban visszajelzésetek, amit kaptatok? Hát ugye voltak olyan visszajelzések, amiket konkrét intézkedések formájában is mondhatnánk, hogy kapott a szakma, az iparág, mert voltak olyan konkrét intézkedések, amelyek kifejezetten médiaipari vállalatokat érintettek már jó pár héttel ezelőtt, aztán utána a különböző munkaidővel összefüggő, munkaidőcsökkentéssel összefüggő támogatások is olyanok, amivel nagyon sok iparági szereplő valamilyen szinten tud élni. Ezen kívül azért megfogalmaztak a különböző szegmensek, meg a Magyar Reklámszövetség is néhány olyan konkrét intézkedést, ami nagyban tudná segíteni azt, hogy ez az iparág mondjuk menedzselhető veszteségekkel legyen túl ezen az időszakon, pontosan azért, hogy utána hamar vissza lehessen építeni kapacitásokat. Ezekre azért még így várunk. Várunk arra, hogy milyen új intézkedések lehetnek, amivel az iparág is tud élni. És ezt azért tartom fontosnak, nem csak önző iparági érdekből, hanem azt több forrásból tudjuk, de például a Magyar Reklámszövetség által elkészített kutatásokból is tudjuk, hogy a reklám az a gazdaságnak a gazdaság motorjának az olaja, és hogyha működik a reklám, akkor az a gazdaság egészét tudja mozgatni és pörgetni. Kis számoltunk egy ilyen arányszámot, minden egyes reklámba elköltött forint, az körülbelül 6-ot fial GDP szinten, úgyhogy ezért volna nagyon fontos, hogyha amikor szépen elkezd a normálisra való visszaállás elindulni, és elkezdünk fölfele menni, akkor legyenek kapacitások, infrastruktúra, médiavállalatok, reklámügynökségek, médiaügynökségek, rendezvény szervező cégek, akik ki tudják ezt az igényt szolgálni, mert ez biztos, hogy az egész magyar gazdaságnak a visszaépülését is nagyban fogja tudni támogatni. Gulyás János Magyar Reklámszövetség elnökének nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk a Média egy karanténos, speciális adásában, és hát reméljük, hogy hamarosan talán már valami jó hírrel is szolgálhatunk ez ügyben. Biztosan fogunk még beszélni idén, azt hiszem többször is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és búcsúzol, tényleg csak azt mondhassam el, hogy lehet, hogy én egy kicsit pesszimistább vagyok, de most azért van okunk csomó szempontból örülni is, mert olyan dolgokat talált meg ez az egész iparág, és olyan megoldásokat találtak ki hirdetők és ügynökségek és médiatulajdonosok, amik biztosan jobbá és hatékonyabbá fogják tenni a reklámot akkor is, amikor már végre nem lesz itt a járvány. Köszönöm szépen, minden jót! Sziasztok. Úgy legyen, köszönöm szépen! Média 1 a Spirit FM-en. A média világának aktualitásai Szalai Dániellel. Mi történik a tévék, a rádiók, az internetes oldalak és a nyomtatott sajtó körül? Kiderül a Média 1 műsorából. Két hetente a Spirit FM-en.